Köszöntöm nézőinket, Nézőpont című műsorunkban ismét két témával foglalkozunk. Az egyik a szénmonoxid jelzők, a másik pedig a békepark helyzete. Utóbbiról következzen most egy rövid összeállítás. Távolról látszik igazán mekkora lett az elkészült színpad, pár napja már fel is avatta a Kovács Telepért Polgári Egyesület. A békepark kulturális pontjává válhat ez a terület, a környezetben élők pedig különféle látványos produkciókat nézhetnek meg itt. A kezdeményezés az volt a célunk, hogy a térségben élő fiatalokat a kultúrára ne az utca nevelje, hanem élő kultúrához juttassanak hozzá helyben. Másrészt itt élő idős nyugdíjasok, akik a lakosság több mint 67%-át alkotják, ne a konzerv sorozatok filmjein táplálkozzanak a kultúrában, hanem ismerjék meg a mai és a környezetben élő művészetnek az alkotásait, műveit is. Jól sikerült az átadó ünnepség, mondja az elnök, a jövőben terveik szerint 3 hetente rendeznek itt fellépést. A művészek számára, napjaink élő kultúrája számára egy fellépési lehetőséget biztosítsunk kezdőknek, amatőröknek, gyakorlóknak és profiknak is. Szerencsére vannak olyan kapcsolataink, hogy kosudíjas művészek is jelezték már, hogy a következő rendezvényre nagyon szívesen eljönnek hozzánk. Érdekesség, hogy a színpadot direkt úgy építették meg, hogy a hajléktalanok ne tudjanak beköltözni alá. Sörgyárnak a pályáján hajléktalanok laktak és voltak atrocitások, ennek megelőzésére tették be, hogy ne tudjanak beköltözni a hajléktalanok. Tehát ne legyen ez egy hajléktalan szállás. Ez a kultúra szállása legyen is, ne a hajléktalan. Az egyesület tervei szerint a jövőben ide térfigyelő kamerát is felszerelnek majd. A témában vendégem Török László, a Kovács Telepért Polgári Egyesület elnöke. Köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. Október 10-én átadtak egy színpadot. Mit lehet erről tudni, hogy valósult meg, mi lesz a célja? Igen. Az egyesületünk sport és kulturális munkabizottsága felmérést készített a lakosság körében, és azt tapasztaltuk, hogy az ott élő mintegy 70%-ot képviselő idős embereknek évtizedekig nem jutottak pénzük, hogy elmenjenek színházba, moziba. Ezért szerettünk volna számukra egy ingyenes kulturális lehetőséget teremteni. A Békeparkban sokat dolgoztunk társadalmunkát, és tapasztaltuk, hogy van már egy csónakázó tónak készült, úgy hívjuk, hogy gödör, amely egy római amfiteátrum lehetőséget hordozza magával. Megálmodtunk oda egy Szópiánna Teátrum jellegű vagy nevű létesítményt, ami bemutatja régi pécsi-római hagyományokat, kulturális örökségeket, bemutatja az 1000 év Magyarország kulturális örökségeit, és a napi művészek alkotásait is eljutatja az ott élőkhöz. Hogyan valósult meg ez a megoldás? Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy Elv József képviselő úr fölkarolta ezt a támogatást. Először ugyan azt mondta, hogy reménytelen ez a vállalkozás, de mégis úgy látszik, volt benne is erő és kitartás, úgyhogy sikerült hozzá pénzügyi forrásokat teremteni. Nagyszerű szövetségésünk volt ebben a folyamatban a Körösi Csoma Sándor Nyugdíjas Egyesület, mert a mi bejegyzésünk elhúzódott, és nem voltunk számla képesek, mert ugye egy bejegyzést mivel csak számla nyitani, nem tudtunk pályázni. Tehát a Körösi Csoma Sándor Nyugdíjas Egyesületén keresztül forgattuk le a beruházást. A látványtervet, az előzetes tervet azt a Polák Mihály Műszaki Főiskola fiatal építészei megkeresésével sikerült összehozni. Aztán ugye tanulnak is egyebek, tehát nyüglődős volt, de Erbú hozott egy olyan építészt, aki ezt építési engedélye szintre fejlesztette. A létesítmény már júniusban elkezdődött, készen voltak a tervek, azonban a fölmérő máshová helyezte el, mint mi azt megálmodtuk, ezáltal jobb lett volna a Zalja környéken, a lakosok körében, és mivel mi egyesület vagyunk, tehát a lakosok érdekeit maximálisan képviselni kell, nem csak a kultúrát, hanem a csendnyugalmat is, ezért mi áthelyeztetjük az eredeti helyére a színpadot. A kapott forrásból lényegesen nagyobb színpad készült el, mint amit mi megálmodtunk, így most ma azt mondhatjuk, hogy a vidék legnagyobb szabadtéri színpada jött létre. Meddig tartott a munkálat? Mit lehet tudni erről a színpadról? Hogy néz ki, miből készült? Igen. A színpad fából készült, felületet csiszolt, rakkozott, tehát arra is alkalmas, hogy akár versenytáncosok is táncolhassanak rajta. Hisz a később van egy versenytánc egyesület, akiket mi előttesen megkerestünk, és nagyon nagy örömmel jönnének el bemutatót tartani az ott élőemberek számára. Ez azért érdekes, mert a nyugdíjasnak csak a konzervfilmekre jut a televízióba, onnan ismerkedik a kultúrával, a latin-amerikai sorozatok, meg a hazai sorozatok, tehát semmi olyan, amiből építő
az eszme, a szellem megújítását segítő ismeretekhez juthatna hozzá. Az ifjúságot még az utca neveli, és a tapasztalatunk az, hogy az elmúlt 24 év legnagyobb vívmánya az, hogy a környezetkultúra, a viselkedéskultúra erősen romlott, azaz nem az unió felé közlekedünk a területen, hanem mint a Balkán felé haladnánk. Tehát ezért két réteget céloztuk meg elsősorban, számukra szeretnénk olyan műsorokat hozni, amelyek mindegyik számára építő, jellegű műismereteket nyújtó lehetőség. A táncosokon kívül elkezdtek-e már valakivel tárgyalni, vagy jelezte már valaki, hogy jönne? Érdványás fogózenekar, aztán a Rácz-Aldár Művelődési Ház, vagy Közösségi Ház, a hozzájuk kapcsolódó egyesületek, aztán megkerestem már a nemzeti kisebbségi önkormányzatokat, szinte mindegyikük mögött van kisebb-nagyobb művészeti csoport, sőt több is, akik nagy örömmel jönnének és élnek a fellépést lehetőségével. És a színpad neked egyik célja az is, hogy a térségben élő vagy tevékenykedő, kezdő, amatőr vagy már gyakorló művészek számára fellépési lehetőséget biztosítjuk. Mert ma feljutni egy színpadra nem olyan egyszerű. Ráadásul oda visszük a közönséget, akkor még szívesebben vesznek részt az emberek, akár gyakorláson, akár próbálni is, hogyha nézőik vannak. Most adták át ugye október 10-én, meddig lesz, ez egy szabadtéri színpadról van szó, meddig lesznek rajta fellépések, vagy ugye most jön a tél, szabadtéren azért nem annyira kellemes ilyenkor. Igen, hát kihasználunk minden kellemes időpillanatot, és igyekszünk rendezvényeket szervezni. A következő valószínűleg egy sváb, német anyanyelvű, fúvósokra építő műsor lesz, tehát egy sváb bárhoz hasonló hangulatot teremtő rendezvény, de hasonlóképpen szeretnénk még meghívni bolgár kisebbségi önkormányzat énekkórusát, aztán több olyan egyesületet, aki tudna nekünk ebben segíteni. A harmadik színház volt az első, aki támogatott bennünket a álom megvalósításában. Ők azt ígérték, hogy koreográfussal, színpadmesterrel, akár hangosítással segítenek majd, hogy ezt rendszeresen tudjuk működtetni ezt a színpadot. Sajnos most nem tudtak jönni, mert főpróbájuk volt, illetve este premier, tehát én megértem őket, hogy nekik az most fontos volt. Ha jól tudom, itt a P-táv is segített, illetve igen, hogyan oldják meg az elektromosság kérdését? Igen. Hát első alkalommal úgy oldottuk meg, hogy egyik egyesületi tagunk volt rám kedves, és engem biztosított a számunkra az áramot, hosszabbítókat összeszedtük, és megoldottuk. Ebben a Tajti Zoli polgármester úr, Tajti Zoltán polgármester úr nagy segítséget adott, aki ugyancsak tudja értékelni a civil kezdeményezést, hisz minden önkormányzat számára a civil támogatás aranyat ér. Gondolom Erbó is úgy van vele, hogy a mi segítségünkkel sok mindent el tud érni, és igyekszünk oda hatni, hogy segítsük az ő munkáját. Régebben is volt itt már nálam, és akkor sok szó volt róla, hogy nagy probléma van a rongálásokkal. Most igen, ezekkel mi a helyzet, mennyire tudják megvédeni az új színpadot? Igen. Ugye a parkban kerítés, ízkerítés felújítása, játékok felújítása egyébek megkezdődött, és az volt a síralmas tapasztalat, hogy elkészítettük, az két hét alatt vandálok lerongálták. Ezek fiatalok, csövesek, drogosok, akik a gazdátlan parkot magukének érezték, és nekünk a békeparka az is a szándékunk, hogy ott élők vegyük birtokba, és kulturált körülményeket teremve saját maguk használjuk. Mondjuk ebben vannak kisebb gondjaink, mert az üzemeltetőtől állandó engedélyt kell kérni arra, hogy ott egy rendezvényt tartsák. Mi pedig szeretnénk hétvégenként egészségnapokat tartani, ne kelljen külön engedélyt kérni arra, hogy telepíthessünk egy vécét, és a környéken nincsen vécé, vagy ne kell engedélyt kérni, hogy felállíthassunk egy bográcsot állványa, hogy ott lehessen egy egészséget tápláló ételeket bemutató ilyen pikniket szervezni, vagy egy kulturális rendezvényt. Az önkormányzat egyébként a fenntartója? Önkormányzat a fenntartója, üzemeltetője a Biokom, illetve a kezelője a Biokom. Ugye Biokommal kellett mindig éreztetni, hogy milyen színű lefeld a padot, meg szóval ilyen jellegű dolgok. Ez a helyzet egy kicsit korlátoz bennünket abban, hogy még több társadalmi erőforrást tudjunk bevinni a park korszerűsítésébe. Például most itt vagyunk a rongálással. Ugye az LDS-en már egy éve elkezdtünk egy tárgyalást arról, az első rongálások előfordulása után, hogy egy térfigyelő kamera rendszert építünk ki. Ők vállalták is, hogy ezt megteremtik, de ez is áron kell. Jöttem egy levelet az EON vezérének,
aki azt mondta, hogy nincs rá pénzük szegényeknek arra, hogy egy évi 1200 forintos fogyasztást igénylő, tévélő kamerarendszer áramállátása biztosítja. Megkerestem a Tesco-t, a Tesco igazgatója vállalta, hogy ebben segít nekünk, tehát az áramot ehhez a Tesco tudja biztosítani, oszlopokat szerzünk, az LDS felszereli, tehát tulajdonképpen olyan IP alapú tévfigyelő kamerarendszer szeretnénk építeni, ami megvédi a színpadot, hisz az már nem 200 forintos vagy 200 ezer forintos beruházás, hanem milliót meghaladó nagyságrendű, pláne még egy kicsit fejlesztés is tudunk ezt közölni, még értékesebb lesz. A játékokat tudjuk megcsinálni, elkészítettünk egy székelykaput a bejárathoz, a Lengvilág utca felé és a másik oldal is, nem megyük kirakni, mert hisz, ha azt is lerombolnak, akkor több száz ezer forint értékű munka lenne leszendőben. Tehát ezeket a kritikus pontokat a parkban a Tesco-ból kijövő vásárlókat mocerálják, molesztálják a ott élő hajléktalan csövesek, hogy adjál pénzt, vagy elveszem a szajtot, szóval című ilyen dolgok. A nejem már nem mer átmenni a kis idő, hanem felbe megy a Tesco-val, de idősek sokan vannak már így. A másik a PMS ifjúsági alapítványai van egy sporttelepe. Az edzőknek kell elkísérni a fiatalokat este a buszig, föl a hatos útra, mert őket is molesztálják. Tehát ezt a jelenséget szeretnénk kiküszölni. Másrészt, hogy van egy fiatalokból álló kábítószerező csoport, akik egy másik parkrészen ugyanezt a folyamatot, ugyanezt a jelenséget megvalósítják, rongálnak és molesztálnak. Őket szeretnénk valahogy eltávolítani a parkból, és helyükre, ha ez a kamerarendszer IP alapú lesz és ingyenes viszi lesz a parkban, akkor egy más kultúrkörhöz tartozó látogatói kör szeretnénk oda invitálni, hogy ingyenes wifivel, laptoppal, asztalokon tudjanak ott kellemesen időt eltölteni a egyetemista fiatalok is. Azt lehetett tudni, hogy ez mikor valósulhat meg, mind a wifi, mind pedig a térfigyelő rendszer. Itt most már csak egyetlen egy, valaki bólincson rá, hogy mehet. Ez lehet elbőle képviselő, lehet a Biokom. Mi az egyeztetést a Uránvárosi rendőrséggel végrehajtjuk, a kivitelezővel megtörtént. Most ugyan azt mondták nekem, hogy ne pattogjak, ne csiákoljak, de hát ezt az értéket nagyon gyorsan meg kell, ha elkezdik bontani, alá beköltöznek, akkor onnantól nincs megállás. Tehát gyorsan kell elépni, úgyhogy remélem, hogy hamarosan megkapjuk a rábólintást, hogy megcsinálhatjuk. Hát még egyszer nem kérünk egy fillért sem. Társadalmi kapcsolatok, vállalati támogatással meg tudjuk oldani. Éljen már az önkormányzat ezzel az ingyenes lehetőséggel, hogy munkát, pénzt, paripát megvegészünk oda. Utolsó kérdésként hagyd tegyem föl, hogy mire lehet számítani még az idén a parkban a kilátogatóknak? Igen. Tehát mindenképpen egy sváb zenei délután szeretnénk megvalósítani. Ebben a NAU ház és a térségben élő trombitaművész segítségét fogjuk igénybe venni, aki a bányászenekarban is szerepel, tehát valószínűleg onnan is néhányat csatlakoznak, tehát igyekszünk. Aztán az Iris Csillagai, aki a nyitó rendezvényről sajnos dolgoztak, később értek oda, ők egy másfélvás műsorral, keleti zenével és keleti tánccal tennék emlékezetessé a férfiak számára a délutánt. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk és mindezt elmondta, viszontlátásra. Én köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a nézőket is, viszontlátásra. Műsorunk második felében a szénmonoxiddal és a szénmonoxid mérőkkel foglalkozunk, erről következzen most egy rövid összeállítás. Az emberek több mint 90%-a megértést tudomásul veszi, hogy ez az ellenőrzés az ő saját és embertársai környezete, szomszédai jól felfogott érdeke. A hideg ősz miatt egyre több helyen már begyújtanak esténként, emiatt pedig egyre többen fordulnak a kéményseprőkhöz. Új tüzelő berendezés esetén a szakembereknek meg kell vizsgálniuk azt, és egy nyilatkozatot kell kiadniuk arról, hogy az rendben van. A tüzelő berendezéseknek két fajtája van, a gáz és a szilárd tüzelésű. Előbbieket évente nem árt megnézetni szakemberekkel, többek között a szénmonoxid mérgezés elkerülése miatt. Lekauf Tibor szerint a fa tüzelésnél nagyon fontos, hogy a fa elég száraz legyen. Ha ezt a fát mostanában vesszük meg, és már októberben el akarjuk tüzelni, hát bizony kemény meglepetésekbe lehet részünk. A fában lévő plusz nedvesség a kéménybe kicsapódva, kátrány szuroklé formájában megjelenik, ami egyrészt, ha átázik a kémény falazata, nagyon csúnya dolgokat tud művelni a lakásba, büdös, barnás, sárga foltot, másrészt, hogy ez egy gyúlékony anyag, így a kémény akár spontán ki is éghet.
Erre a problémára a katasztrófa védelem is felhívja a figyelmet. A családi ház tüzek időközönként a nem megfelelően karbantartott kémények miatt következnek be. A szénmonoxid mérgezések megelőzésében is nagy szerepe van annak, hogy időközönként kitisztítsák a kéményeket és karbantartsák azokat. 2013-ban 30 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra a kémétűzzel összefüggésben. 2014-ben ez a szám már elérte 26-ot, várhatóan a fűtési szezon kezdetével ez a szám még emelkedni fog. A kéményseprői szolgáltatást egyébként külön is lehet kérni, hogyha valaki nem akarja megvárni, amíg ők jelentkeznek. A témában vendégem Lejkauf Tibor, a Magyarországi Kéményseprő Mesterek Szövetségének az elnöke. Üdvözlöm itt nálunk a stúdióban. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Tehát itt a napokban kijött egy hír, illetve sokat lehet róla hallani, hogy a forgalomban lévő szénmonoxid mérőknek a nagy része hibás vagy nem mér jól. Erről mi a meglátása, hogy látja ezt a dolgot? Hát két nagy reprezentatív vizsgálat volt az elmúlt egy évben az országban. Az egyiket egy szakmai lap indította, a másikat pedig a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, és bizony mind a két vizsgálatnak az volt az eredménye, hogy körülbelül a forgalomban lévő CO érzékelőknek a 90%-a nem felelt meg az összes vizsgálati szempontnak. Egyetlen egy típus, amelyik úgy nézett ki, hogy meg tud felelni ezen szempontoknak. Tehát ez elég nagy probléma, mert sokan élnek abban a hitben, hogy egy biztonságos, jól működő szénmonoxid érzékelő van a birtokukban, és ennél fogva nagy baj nem történhet, mert ha a szénmonoxid visszaáramlik, akkor majd jelez a műszer. Hát bizony ez nem teljesen így van a vizsgálatok alapján. Tudomásom szerint a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség folyamatosan próbálja kivonatni a forgalomból azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg az elvárásoknak. Időközben született két elég hosszú szabvány, ami a szénmonoxid érzékelőknek a különböző minőségi elvárásait fogalmazza meg. Nagyon szigorú elvárások vannak, nem sok termék fog nagy valószínűséggel ennek megfelelni, várjuk a végeredményt. Mik ezek az elvárások, illetve milyen szempontoknak kell megfelelni egy szénmonoxid? Hát így röviden és tényleg inkább laikus megközelítésben fogalmaznám meg a dolgot. Tehát megfelelő koncentráció szintnél viszonylag rövid időn belül kell, hogy jelezzen a műszer. Ezt a jelzést, ha kell, hosszan kell, hogy adja, és nem szabad csak egy pár csippenéssel lerendezni, és utána majd történik valami. Az élettartama nagyon lényeges, és hát egy nagyon fontos dolog az, hogy a CO érzékelők egy nagy része sok mindenre képes bejelezni. A dezodortól kezdve a hajlakon keresztül, szoktam volt mondani a bablevesnek a gőzén át, sok mindenre ad hibás jelzést. Most ez is egy veszélyforrás, mert ha az ügyfél megunja, hogy minduntalan megszólal a szénmonoxid érzékelője, ki fogja kapcsolni, és amikor egyszer tényleg azért jelez, mert baj van, akkor már nem fog jelezni, mert ki van kapcsolva. Tehát talán így lehetne laikus oldalról inkább megközelíteni az elvárásokat a szénmonoxid érzékelőkkel szemben. Márkát nem mondunk, gyártót nem mondunk, de hogyha valaki akar megbízható, hiteles szénmonoxid jelzőt, érzékelőt vásárolni, akkor kihez forduljon, hova forduljon? Én azt mondom, hogy keressen fel egy szakembert, vagy egy szakkereskedést. A szakkereskedés alatt nem a nagy multinacionális kereskedőket értem, mert ott általában szakemberrel nyilván nem nagyon tudunk találkozni. Tehát gondolok itt leginkább épületgépészeti eszközöket, szerelvényeket forgalmazó cégekre, vagy akár kéményseprőkre, akik tudjuk ezt a titkot, de hát nyilván ezt most nem árulhatjuk el. Van jó termék, ennek most már van továbbfejlesztett, azt mondom, még jobb változata is, tehát érdemes keresni ezeket a készülékeket. Hova kell? Ezt mindig megkérdezik tőlünk is, mindenkitől, illetve ezzel mindig vitam, hogy hova kell rakni az érzékelőt? Egyből a fűtőberendezés fölé, magasra, alacsonyra, hogyha több szintes az épület, fölülre is kell, vagy csak alulra? Igen, hát ez egy örök vita téma, hogy úgy mondjam, és hát minket is ostromolnak ezekkel a kérdésekkel. A legegyszerűbb válasz az, hogy nézzük meg a használati utasítását, amit a gyártó ad a készülék mellé, és a legtöbb gyártó valóban leírja, hogy szerinte hol lenne legjobb elhelyezni ezt a készüléket. Vannak azonban általános szempontok. Hát ha valakinek több nyílt égésterű tüzelő berendezése van, akkor szinte minden egyes helyiségbe egyet jó lenne elhelyezni.
Ez az egyik része a dolognak, a másik pedig az, hogy ugyanezek eléggé hangosan sipolnak, de ha több zárt ajtón keresztül hálószobában alszik valaki, és a fürdőszobában megszólal a riasztó, akkor nem biztos, hogy föl fog riadni rá, és mire fölriadna, már lehet, hogy baj van. Tehát ilyenkor akár még a hálószobában se baj, hogy egy ilyet elhelyezünk. Hát itt akkor már bizony 30-40-50 ezer forintokról beszélek. Ami még szakmailag érdekes, tehát ha teszem azt, hogy fürdőszobában van egy nyílt égésterű gáztüzelő berendezésem, kazánom, bojlerem vagy kombi berendezésem, akkor célszerű azt valahogy megfigyelni, hogy a lakásban egy általános légáramlás hogyan is működik. Mert minden lakásban van egy jellemző légáramlás, amit észre se veszünk, legfeljebb a cigarettafüst tudja megmutatni, hogy most balról jobbra vagy jobbról balra van az áramlás, tehát ennek figyelembe vételével kellene elhelyezni a szénmonoxid érzékelőt, lehetőleg az ajtó magasságába vagy a fölé. Miért is mondom ezt? A szénmonoxid egy nagyon picit könnyebb a levegőnél, tehát pláne amikor kilép az égéstermék a tüzelő berendezésből, meleg, kisebb a sűrűsége, fölfele törekszik a mennyezet felé, és nyilván úgy fog majd a többi helyiségbe tovább menni, hogy az ajtónyílásig fel kell, hogy teljen, és akkor ott ő majd szépen tud szivárogni tovább. Tehát körülbelül az ajtó magasságába, az ajtó magassága fölé, lehetőleg közel a gázkészülékhez helyezzük el ezt a berendezést, de mindenképpen nézzük meg a használati utasítását. Mérgezés tünetei? A mérgezés tünetei azok nagyon hasonlítanak az ilyenkor jellemző megfázásos influenzás betegségekhez. Tehát egy kis fejfájás hányingerrel indul, szédülés, émeigés, és majd később jönnek természetesen azok a tünetek, amikor már esetleg hogy úgy mondjam, a balesetet szenvedett személy rájön arra, hogy itt nagyobb baj van, viszont ilyenkor már olyan mértékű lehet a mérgezés, ami egy tudati szinten még megjelenő problémát nem tud mozgásával végrehajtani, magyar nem tud kimenni a helyiségből, tehát tudja, nyilván észnél van még annyira, hogy föl tudja fogni, hogy baj van, de már nem tud parancsolni az izmainak, hogy ki tudjon menni. Tehát ha valaki azt veszi észre, hogy hányinger, fejfájás, szédülés, nem biztos, hogy azonnal valamiféle pirinféle gyógyszerhez kell nyúlni, hanem lehet, hogy azonnal szellőztetni és kimenni a helyiségből, elzárni a tüzelőberendezést. Tehát ezek az emberen jelentkező jelek. Ami viszont még esetleg érdekes lehet, mert ugye szintelen szaktalan gázról van szó, tehát nem fogjuk észrevenni, hogy visszaáramlik, viszont ha visszaáramlik az égéstermék, nem csak szénmonoxid jön vele, hanem nagyon sok vízgőz. Na most, ha a fürdőszobánkba működik egy gázkazán, és azt veszük észre, hogy párás a tükör, annélkül, hogy meleg vizet folyattunk volna, akkor megint gondolhatunk arra, hogy esetleg visszaáramlás volt. Vagy ha a készülék tetejéhez, a deflektor nyílásához, ez valahol általában a készülék tetején van kialakítva, oda teszünk egy tükröt, bármilyen üveglapot, én volt már, hogy egyszerű parfümös üvegcsével tudtam ellenőrizni a visszaáramlás, még hirtelen nem volt nálam más. Ha párásodik ez az üveg, akkor bizony baj lehet. Akkor azonnal szakembert, kéményseprőt hívjunk, és nézzük át, hogy mi lehet a probléma. A magyarok mennyire foglalkoznak egyébként mind a kémény kiseprőtésével, mind a szénmonoxid érzékelő beszerzésével, illetve mit is tanácsolna, akiknek még nincs? Elég komplex volt a kérdés. Igen. Lehet, hogy kicsit hosszú lesz a válasz. Na, megpróbálom azért rövidre fogni. Hát a kéményseprőkkel szembeni állampolgári hozzáállás egyáltalán ez a közszolgáltatáshoz, hát mondhatnám úgy, hogy 80-90%-ban azért pozitív. Tehát az emberek többsége azért belátja azt, hogy az ő életéről, családtagjairól, embertársairól, vagyonáról van szó, hogy bizony nem baj, ha ezt az ellenőrzést elfogadja. Van sajnos egy pár százalék, aki megpróbál ez alól kibújni, nem fölfogva azt a biztonság hiányát, amit esetleg ez eredményezhet. Hát ilyenkor bizony a hatóság segítségehez kell fordulnunk, és ilyenkor a tüzedelmi hatóság fogja kötelezni az ügyfelet a szolgáltatás tűrésére, és amennyiben ez nem így lesz, akkor bizony akár még bírság is lehet belőle. Nem nagyon jutunk el természetesen idáig, hál' Istennek. Na most a szénmonoxid érzékelővel kapcsolatban annyit hadd mondjak, hogy van egy réteg, aki nagyon meg van ijedve, és mindenáron szénmonoxid érzékelőt akar vásárolni. Ugye erről most aztán reklám bőven volt a különböző médiákba, írott vagy sugárzott, vagy bármilyen médiába, és ennél fogva az emberek
nem azt mondom, hogy fejvesztve rohannak szénmonoxid érzékkel, de sokan futnak utána, és tényleg most az a probléma, hogy akkor melyiket vegye. Hát amíg itt a fogyasztóvédelmi felügyelőségi vizsgálat és az ezt követő jogi eljárások nem zárulnak le, addig hát ott a bizonytalanság, hogy vajon amit veszek, az jó-e vagy sem. Én azért azt szoktam volt mondani, hogy a szénmonoxid érzékelő jó, ha van, de három egyszerű szabályt kell betartani. Kimegyünk az utcára, közlekedünk, pláne autóval, iszonyú sok szabályt kell betartanunk. Itt hármat kell betartani. Az egyik az, hogy minden évben a gáztüzelő berendezésünket vizsgáltassuk felül, megfelelő szerviz céggel, akik kitisztítják, beszabályozzák, rendbe teszik a készüléket. A másik, hogy évente egyszer a kéményseprőt engedjük be, hadd nézzen körül, hadd ellenőrizze az ő feladatának megfelelő dolgokat, és a harmadik, ami a legfontosabb, hogy az a helyiség, ahol ez a tüzelő berendezés üzemel, az folyamatosan kapjon a levegő utánpótlást. Az nem megoldás, amikor azt mondja az ügyfél, hogy ő általában nyitva hagyja az ablakot. Azt az ablakot be lehet csukni. Ami embertől függ, sajnos nem megoldás, tehát folyamatos levegőt kell biztosítani ezeknek a helyiségeknek. Ha ez a három feltétel megvan, akkor nagyon-nagyon szűkre lehet szorítani azt a helyzetet, amikor esetleg szénmonoxid mérgezést lehet kapni. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és mindezt elmondta, reméljük sokaknak adtunk tanácsot. Köszönöm szépen. Köszönöm, és sok szerencsét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra, köszönöm, hogy velünk tartottak. További jó tévézést, viszlát.